A kompetencia alapú oktatás alkalmazásának kezdeti eredményeit szemléltették a Kazinczy iskola pedagógusai a bemutató órán a térség nevelői előtt. A foglalkozáson már azt is lehetett látni, hogy az új módszer alkalmazása mennyiben tér el a hagyományos tantervű óráktól. Gyerekek egyáltalán nem unatkoztak, ismeretet szereztek, mert gondolkodtak, önálló ismeretszerzés és a szöveges feladatoknak a megértését és a megoldását is aránylag könnyen és zökkenőmentesen hajtották végre. És hát erre külön nem lehet így készülni, ezt folyamatosan óráról órára lehet csak így haladni, és akkor a gyerekek lehetett látni, hogy nem most kivételesen, hanem azért kezdenek hozzászokni ezeket az új módszerekkel. A kompetencia alapú oktatás a játékosságra épül. A gyerekek az órákon folyamatosan mozgásban vannak, és ekközben sajátítják el a tananyagot. A mai gyerekek, mivel a szabadidejük nagy részét nem játékkal töltik, hanem a tévé előtt ülnek, vagy számítógép előtt ülnek. Ezért úgy gondolom, hogy itt az iskolában nekünk kell akkor megtanítani őket játszani. És mivel azért tanítani is kell őket, ezért megpróbáljuk úgy megoldani, hogy játék közben tanítunk. Miközben ők megtanulnak számolni, ugye másodikban az összeadás, meg a kivonás, és majd a szorzás lesz a fő anyag. Az ilyen jellegű órák tartására a pedagógusok is sokkal hosszabb ideig készülnek fel, mert mindig új feladatokon keresztül kell a diákokkal megtanítani az ismeretanyagot. Állandóan új feladatokat, új ötleteket kell kitalálni, hogy egy adott, ugye régen úgy nevezték, hogy óraanyaga, most úgy nevezik ezzel a divatos szóval, hogy a projekttárgya. Tehát, hogy ehhez többféle úton közelítünk meg, és többféle változatosabb feladatot találunk ki. És akkor minden órán szinte másképp, mert hiszen a gyerek megunja még a játékot is, ha ugyanazt sokszor játsszuk. És ezért igenis nagyon sok időt igényel egy pedagógusnak, hogy felkészüljön egy ilyen órára. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola valamennyi tagintézményében alkalmazzák a kompetencia alapú oktatást, ezért a foglalkozás a tapasztalatcserére is lehetőséget nyújtott. Lássunk olyan új módszereket, vagy új ötleteket, amivel mindenütt hatékonyabb lehet ez az oktatási forma, és mindenki, aki egy kicsit még nem vett részt ilyen továbbképzésen, legyen fogalma arról, hogy körülbelül mi az, vagy mifelé halad a mai oktatás. A gyerekek is érdeklődéssel vettek részt az órákon, és bár a tananyag feldolgozása kicsit nagyobb zajjal járt, de nem volt gond a fegyelemmel.